Sziasztok! Itt vagyunk újra egy része. Nem sokat haladtam azóta, megmondom őszintén. De kitaláltam azt, hogy az anyádat. Szóval, kitaláltam azt, hogy hogyan tudunk gyorsan beállázni. Mert gondolkodtam, és úgy vagyok vele, hogy ha tudunk, akkor egyszerűsítsünk a dolgokon. Kivágtam egy pár darab fát, onnan a két nagyot. Meg onnan a sarokból a ház mellől egy párat. Nem kellene megvárni amúgy, hogy megteljen, tehát hogy ennyi. És akkor már mehetünk is mindjárt tovább. Addig még csomagol, addig rámozdulunk a következő adagra. Igaz, hogy nagyon gyorsan telik meg, tehát hogy szinte csak állunk egy helyben folyamatosan, de szerintem ez így gyorsabb, mint az, hogy ott össze-vissza kavarogni a földeken, meg körbe menni 40-szer, 50-szer. A sima kockabálával szoktam amúgy ezt csinálni. És ott nagyon jól működik, főleg akkor, amikor mondjuk tényleg egy ilyen nagyon nagy mennyiséget, mondjuk mit tudom én, 3-4 földről szedsz össze szalmát, és akkor a szalmát szépen ugyanígy kiszór a csíkba, ráállsz a nagybálá, vagy a kockabálázóval, az hadd menjen, se perc alatt bebálázod. Ezzel a szilásbálával mi jutott eszembe? Az a baj, hogy nincs pénzünk. Most csinálunk pénzt, ha működik, akkor azt fogjuk használni. Húhú! Van a Farm Improvement. Farm Innovations. Azaz. Az EFI logó volt az eszemben. Neki van egy olyan módja, ami beleszórod a gazt, és szilást készít belőle. Meg digestated, de az minket nem érdekel. Minket a szilás érdekel. Itt is most ebben a BG-ben van egy 50 ezeres tartály. Megmondom őszintén, csak azért fogjuk használni, mert ingyen van. Még ez a BG csak ennyiből jó, ha belegondoltok. Ingyen van. Mármint hogy a maga a digestét, amit utána kiszorhatunk a földre. Pénzt kapok azért, hogy behordom a cuccot. Tehát megtermelem, behordom, leadom. Máshol is kapok érte pénzt, de itt azért aránylag jó árat kapunk minimál munkáért. Aztán tehát bedobáljuk a cuccokat, pénzt kapunk érte, meg még mellé kapunk olyan anyagot, amit utána visszaszorhatunk a földre, és még több terményünk lesz. Tehát, hogy duplán jól járunk a dologgal. És az lenne a lényeg, hogy a digestétet nem biztos, hogy fogunk használni. Az a baj, hogy ezek közül nem tudom, hogy még gép lenne az, ami jó. Esküszöm nektek, nem szoktam használni. Venus? Vinhuis? Huis? Vinhuis? Nem tudom, hogy ők jelent. Most ez egy 30 ezer literes tartály. Még lehet, hogyha úgy lesz pénzünk, veszünk egyet. Csak az a baj, hogy pocsékolunk. Tehát, hogy valahogy... Igen. Tehát, hogy kelleni fog egy tároló. De abban is az ISZ, azt hiszem, ebben az ISZAP tartály technológiában csak egy izé van. Ötvenezer literes. Meg kellett állnom, hogy elvégig gondoljam ez. Garant, 55 ezer. Tehát egyszer tudunk 55 ezeret kihozni, meg egyszer 30-at. Vagy hát mondjuk 55 ezerből annyit hozunk ki, amennyit akarunk. Tehát ebből lehet több is.
de ezek a lehetőségeink, vagy töltünk le ISAP tartálymodot, és akkor bepakoljuk a valahová azt is, de hát már szerencsétlen területünk egyáltalán nem úgy néz ki, mint a labból, amikor elindultunk. Nem a legszebb farakodás, tehát hogy ezt írjuk alá. Én is tisztában vagyok vele. De felrakható volt. Ja igen, majd később megmutatom, mert még fogok vágni fát. Remélem, hogy nem borulok fel, mert az előbb hanyat vágta magát a traktor. Ó, traktor? Kocsi. Szóval megmutatom majd. Ez a mod az ennyiből jó, hogy nem csak kivághatod a fát, egyrészt gyorsabban vágod a fát, másrészt sokkal erősebbet emelsz, tehát hogy nagyobb súlyokat megbírsz emelni. Harmadrészt meg... Szóval... Gyorsabban vágsz? Nagyobbat emelsz? Ja, tudom, mit akartam. Igen. Tehát, hogy amikor kivágod, ott marad a tönk a földben. Tönkrönk... Nem tudom még. És akkor azt, ha jól célzod meg, akkor ki tudod vágni. Tehát ugyanúgy, mint a fát, így ráállítod a fűrészt, és így ki lehet csapni belőle. Nagyon jó. Tehát, hogy nem kell külön a rönkeltávolítóval szórakozni, nem kell külön gépet hozni miatt, hanem csak simán odaállsz, és kicsapkodhatod bele a farönket. Megnézem, hogy hova megyek. Pont oda. Ja. Oké. Na, szóval, tehát nem szép rakodás, de ebből is hozunk most egy kis pénzt, legalább remélem, hogy nulláig elmegyünk. Aztán utána felszedjük a bálákat, pont a körbállázóra pakoltam, nem is tudom miért, vagy a körbálla hordóra. Aztán utána bepakolunk mindent a BGA-be, és akkor következőnek már valószínűleg csak akkor jelentkezem, amikor minden kész van, mert hát itt éppen, amikor ezt elkezdtem vetni, akkor láttam, hogy ennek a teteje elkezdett lilulni. Jön a gaz. Szóval most először gazolunk, utána beletekerünk, utána műtrágyázunk, és utána megint beletekerünk. Tehát, hogy... Szivatom ugye a játék ilyen téren. Megjöttünk. Nehéz volt. Ne. 22 000 gyerekek. 22 000. Oszta. Meg még ezen is van, vagy 1000. 1000. 500. Leürült? Jó. Oké. Na. Szóval 22 000 eurót kerestünk csak azzal a pár darab fával. Volt vagy 6. Ebből 2 nagyobb, meg a többi kisebb. Szóval... Nem rossz, ez nem rossz. Meglátom majd... Még ott is elhagytunk egy darabot? Hey! Hey, Rozá! Gyere csak! Nem oda! Oda be! Nem úgy! Akkor úgy! Nekem az is jó. Visszaviszem. Mert most nem fordulok... Tudom, hogy itt van a hátam mögött, de már most nem fordulok ennyiért vissza. Na! Szóval! Fázunk is. Van egy olyan mod, amit... ott is van egy csomó ilyen hulladékfa, azokat összeszedjük, mert... Nézd! Ha! Mit találtam? Igen, amúgy a hülye gyerek mit csinál? Legtöbbször éjszakára esik a munka
nagy része, meg hát míg a gép úgymond arat, meg vet, meg egyébek, addig nekem is csinálni kell valamit. Én csak itt nézem a gépet, vagy a monitort. Szóval... Jó, nem látok többet. De ide szokott beesni a vízbe még. Szóval eddig szoktam füvet vágni, meg egyébek. Na, és ilyenkor történnek ezek, hogy ott maradnak a dolgok. Valószínűleg ki fogom takarítani ott azt az egész sarkot, és van egy olyan mod, hogy 20x20-as... Tökéletes. Van ez a 20x20-as farm terület. Várjál. Anyám. Ha tudnám hol van, de azt hiszem ebben. Itt ez. Tehát ennyi a lényeg, hogy 400 euróért egy 20x20-as forestet kapsz. Így. Egy ekkorát. Tehát ezt így le lehet vágni ide a sarokba, mert annyira kicsi. És ezen folyamatosan nőnek a fák. Kivágjuk, elviszük, megint lesz. Kivágjuk, elviszük, megint lesz. Mennyire király. Most érzem azt a... Az elmúlt, hát úgy nem tudom, egy-két hónapban, hogy kezdenek olyan modderek jönni a játékba, akik úgy ki akarnak lépni az FS19 korlátaiból. Tehát, hogy ki akarnak lépni az FS19 korlátai közül, és olyan modokat próbálnak meg gyártani, ami nincs. Mert például van ez a, hogy magától nőnek a fák. Nem bonyolult ránézésre leprogramozni, mert annyit kell csinálni, hogy megvizsgálja, hogy mondjuk mit tudom én, azt mondom, hogy egy ilyen 20x20-as területen lehet 6 darab fa. És akkor megnézem, hogy hány darab van, ami el van ültetve. Azt sem tudom, hogy mondjuk a rönköt, hogyha eltüntetjük, akkor nő újra, vagy nem nő újra a rönk, ha ott a rönk, vagy a rönköt eltakarítja. Tehát, hogy azért így még vannak kérdések, hogy ez hogy működik, de amúgy ezt nem lenne nehéz leprogramozni. És most jönnek ki azok a fajta modok, amik már egy kicsit úgy adnak a játék élményhez is, és ezt tetszik. Szóval, most már fehér bálákat csinálunk. Mivel, hogy a hülye gyerek sötétben dolgozik. És... elbaszarintotta azzal, hogy fekete bálát hoz. Mert a sötétben a fekete bála nem látszik. És azért vannak ilyenek, mint amit most is találtunk, hogy csak úgy random van egy bála valahol. Elgurult, nem láttam, amikor összefelészettem. És így elveszett. Na nem baj. Most talán már majd a fehéret jobban fogjuk látni. Ha nem, akkor tök mindegy. ...2881-nél megállt a szójának az ára. Én arra már azt mondom, hogy elfogadjuk. Mert majdnem 3000. Hát az ott gány maradt. Ó, hogy az... Na mindegy.
Ezt tudnám miért csinálják. Várjátok, kapcsolok világítást. Na, ez egy 100 000. Az azt jelenti, hogy 3000 évvel eladva. Hmm. 300 000-et fogunk keresni vele. És még a biogáz nem ment le? Jó ez a szója, amúgy ha jól ki tudom fogni az árat, akkor jó. Most ezt nézem, úgy várjatok, hogy 200 000 liter, ez húzósabb. Az a baj, hogy igen, beletekertem az időbe, aztán menet közben nőtt egyet ez a takonyság, az újabb szója. Amivel nem is lenne probléma. Csak előtte gazolni kellett, tehát most nem tudom, hogy mi ez az elcsúszás. Általában nem szokott, majd most már elkezdem figyelni, hogy időpont alapján megy vajon? Vagy hogy működik a gazolás, vagy gazosodás. Mindegy. Az a lényeg, hogy ezt megyek, leadom. Ebből keresünk egy kis pénzt közben, mert beraktam a Farm Innovations-nek a szilás konverterét. Fermenting Station, vagy valami ilyesmi a neve. Így. Gyere pénz, gyere pénz. Végre úgy érzem, hogy csináltunk is valamit. Helyes. Na, szóval. Leadjuk a szóját, utána megépítjük azt a valamit, még nem találtam ki a helyét. Valahová oda a BGA környékére fogjuk rakni. Meg elgondolkodtam azon, hogy a következőben nem szóját vetünk, hanem kukoricázzunk. Szerintem kukoricával érné meg a legjobban foglalkozni. Azért, mert sokkal nagyobb a hozama, mint a gaznak. Tehát ha a gazt levetem, tehát hogy nem csak simán így a föld körül vágom, mert ez így nagyon nem hatékony. És akkor... várjátok, elvesztettem a fonalat. Tehát... vetünk kukoricát, és akkor abból szecskázunk, és akkor a szecskát fogjuk besilózni, bunkersilózni. Azt nem raktam bele ebbe a gépbe. Megmondom miért. A gép 8000 liter digestate-t, szilást állít elő óránként. Ez azt jelenti, hogy 10 óra alatt fenét 800 000 literes tartálya van, ami azt jelenti, azt hiszem az nem osztott. De lehet, hogy osztott, mert akkor csak 400 000 liter tudunk belepakolni. Na most az a lényeg, hogy mivel alapból lassú lesz, tehát hogyha ha gazt is, meg a kukoricát is oda behajgálom, akkor nagyon sok idő fog elmenni. És nem fogja tudni kiüríteni. Azt elmagyaráztam, ugye? Még én is érzem, hogy nem volt jó. Szóval. Újra. Tehát, hogyha úgy számoljuk, hogy 8000 liter szecskát tud feldolgozni óránként. Ne legyen 400 000 literes tartálya, akkor az azt jelenti, hogy 40 óra alatt dolgozza föl. A teljes több mint két nap, mire a teljes kiürül. Na most, hogyha azt számoljuk, oké, több munka van azzal, hogy a szecskát behordjuk,
és beürítjük egy silóba, azt utána letömörítjük, megcsinál, blablabla. Több a meló vele, 305 ezer lett a vége, kicsit több, mint 300. Több a meló vele, de 6 óra alatt kész van, ha lefedjük. Na, kevés lesz, tehát nem lesz tele, vagy valami, akkor is ugyanúgy lefedjük, addig még növekszik a következő, addig megyünk tovább. Na most, itt jön a következő probléma, hogy ez a BGA kevés lesz az összes cuccnak a feldolgozására. Szóval mit fogunk vele csinálni? Na mindegy. Meglátjuk majd, hogyha mondjuk ilyen jó áron lesz, mint ahogy volt a Szecska, Szilás, de most nagyon rossz áron van. De ha megint felmenne ilyen 600 környékére valahová, akkor például 600-ért már azt mondom, hogy leadom csak úgy simán. Nem kapunk belőle digestétet, de hát most a fenét nem érdekli. Na, keresünk egy helyet ennek a szépségnek. Azt hiszem az a silókon belül lesz. Itt van. T800. Van ott ezen a sarkon valami? Ha-ha! Nincs. Ez az. Ó, de szép. Így. Ügyes vagyok, beállítottam azt a sarkot, amit nem akarok odarakni. Na, most ezt az egyet kell kitalálni, hogy ott hozzuk be a digest, vagy ott hozzuk ki a digestétet, és ezen az oldalon öntünk be. Jó, akkor ezt nem tudom olyan közel rakni az épülethez, mert ha rápakolom, akkor nem lesz... Bocsi. Csak nézem, hogy nagyjából egyenes legyen vonalhoz képest. Pif! Na, és akkor itt az a lényeg, hogy ott van a... nem ez, a nem ez. Hűhű. Azt onnan el kéne takarítani, mi? Menjél me! Tökéletes. Azt ne nézzétek, hogy hogy álltam be. Tökéletes így. Na. Szóval ezzel beállunk innen. Öppe, igen, ezt arra emlékszem, hogy az ilyen fenének raktátok oda a falat amúgy. Így. Így. Beleürítjük a fűt. Így. És akkor ez a lényeg, hogy látni fogjuk, hogy mennyi, miből mennyi van. Igen, tehát hogy elvileg a 800 ezer liter capacity az mindenre érvényes, és 250 ezer liter digestétet tud tárolni. Szóval így értitek a point az egészben, hogy termelünk szilást, kapunk a szilásból digestétet, és még a fermentálás alatt is kapunk digestétet. Mekkora király. Na jól van. Szerintem most ezt az éjszakát én így muszáj vagyok végigvárni, mert jó fiú ott el van a földön. Szóval addig, amíg ő ott kavarog a földön, addig nem tudok tekerni időt, addig nem tudom megnézni, hogy mennyi a BG-nek a bevétele. Szóval itt most elköszönök. Megvárom, míg reggel lesz, utána elkezdünk aratni. Meg szerintem holnap, vagy a következő részben, majd meglátjuk, hogy holnap lesz-e. Következő részben csinálunk egy kis favágást is, hogy olyan tartalom is legyen, tehát nem már csak a felpakolt fa legyen.
És akkor menet közben megmutatom, hogy mennyi volt a bevétele a BG-nek. Meg kitalálom addig, hogy akkor hogyan vetünk, mit, hová, merre. Az lenne a lényeg, hogy most itt ezt a területet elkezdjük átalakítani úgy, hogy a BG-t támogassa. Az a baj, hogy azon gondolkodom, hogy mi van akkor, hogyha túl sok cumót termelünk, és nem fogjuk tudni. Igen, ha világítást kapcsolok, akkor látjátok is, hogy mit csinálunk mi. Mi van akkor, hogy a túl sok szilás termelünk, és nem fogjuk tudni elhasználni. Ki kellene találni egy olyan megoldást, hogy le tudjuk tárolni. Mert minél jobban belemegyünk a játékba, most már majd lesz az, hogy állatokat kezdünk majd eltartani, csirke, tyúk, az ugyanaz, csirke, disznó. Disznóval még nem vagyok kibékülve, az nem biztos, hogy lesz, hanem inkább tehén, birka. Még a lóban gondolkodom. A lovakban is jó pénz van, és ahhoz képest az a baj, hogy szoktam itt hagyni a játékot csak úgy, ha elmegyek itthonról, hogy menet közben menjen az idő. És azon gondolkodom, hogy a lóval ez a probléma, hogyha nem lovagolunk vele, akkor csökken az értéke. Szóval még a lónál eldöntjük, hogy mi legyen, hogy kell-e egyáltalán. De az többieket a disznó kivételével tenyészteni fogjuk. Szerintem semmi fancy dolgot nem csinálunk, tehát a sima alap istálóval, meg házikókkal megyünk. Hogy azoknak általában a legjobb a mérete. Hadd menjen, legyen 400 csirkénk, meg mit tudom én, tehát tényleg legyen tele minden. Na jó. Szóval, találkozunk a következő részben. Addig is vigyázzatok magatokra. És tetszett, like. Bármilyen megjegyzésed van, lent a kommentben várom. Legjobb az lenne, ha ötleteket mondanátok, hogy milyen irányba haladjunk. Ha még nem tetted, meg iratkozz fel. Aztán találkozunk a következő részben. Sziasztok!